Nemzetközi szimpózium PhD és DLA-s hallgatóknak. Tervezhető az épületek életciklusa. Tehetségkutató kicsiben, nyílt napot tartottak a református iskolában. Herczig Norbert abszolút ORB győzelmével ért véget a 48. meccsek rali. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják október 20-án hétfőn. Tartsanak velünk! Kutatási eredményeiket mutatják be két napon át PhD DLA-s hallgatók. A szimpóziumon Közép-Európa szerte egyedülálló speciális fórum építész, mérnök, informatikus és műszaki tudományterületek hallgatói vesznek részt. A fórum legérdekesebb témája az épületinformációs modellezés. A pécsi polákok már 2010 óta végeznek kutatásokat a technológia magyarországi alkalmazásával kapcsolatban. Sima gombot megnyomod. Ezek a felvételek a Nemzetközi Fórum talán egyik legérdekesebb és napjainkban leginkább felkapott témáját illusztrálják. Ez az épületinformációs modellezés. Jelenleg az építőipar talán leggyorsabban fejlődő technológiája a világon. A szakterület az építőipari mérnöki tudományokkal, illetve az informatikával is határos. Ezek együttes ismerete pedig szükséges a hatékony alkalmazásához. Segítségével egy épület teljes életciklusa tervezhető és optimalizálható az első vázlat tervektől, a kivitelezésen, majd üzemeltetésen keresztül, egészen a bontásig. Ezzel tudjuk gyorsítani a helyszíni kivitelezést, ki tudjuk szűrni az esetleg csak kivitelezés közben előforduló, kiderülő hibákat, tehát gyakorlatilag a tervezőasztalon tudjuk optimalizálni a kivitelezési folyamatot. Ez kiterjed az ütemezésre, a pénzügyi tervezésre, de egész egyszerűen a térbeli koordinációra is. Ez azt jelenti, hogy építészeti, tartós szerkezeti, épületgépészeti modelleket fésülnek össze három dimenzióban. Céljuk a problémák javítása és a tervek hatékonyságának növelése. A gyakorlat megelőzi a kutatást. A Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály műszaki és informatikai karon 2010 óta végeznek a témába vágó kutatásokat. Ebben az évben a hosszú távú adatmegőrzésre összpontosítottunk. Gyakorlatilag azokat a fájlformátumokat, azokat a lehetőségeket vizsgáltuk meg, amivel egy épület tervdokumentációja 20 év múlva, 40 év múlva, 100 év múlva is ugyanilyen minőségben visszanyerhető lesz. Különös értéket ad a kétnapos rendezvénynek a nagyszámú külföldi és hazai professzorok részvétele a vitákban, értékelő, elemző munkabegbeszéléseken. Az imént látott témához kapcsolódik mai vendégünk, dr. Bachmann Bálint, a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály műszaki és informatikai karának a dékánya. Szeretettel köszöntöm itt a Pontma stúdiójában. És ugye zajlik ez a kétnapos szimpózium, nemzetközi konferencia. 2005-ben volt először, komoly múltja van ennek már, hiszen jövőre már 10 évesek lesznek, lehet is jubilálni ilyenkor. Honnan ered mindez? Ki volt a kezdeményező? Külföldről indult az ötlet, vagy a pécsiek találták ki? Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a PhD DLA szimpóziumról, ami az idén van a 10. alkalom, tehát 2005-ben volt először, de így ez a 10. alkalom, és az idén Iványi Miklós professzorról neveztük el, akitől indult ez a gondolat, aki sajnálatos tavalyi haláláig egy nagyon fontos szereplője volt a Pollákon folyó tudományos életnek. El kell mondani a műszaki tudományokról, azon belül főleg az én tudományterületemről, az építészmérnökségről, hogy annak akár a szerepe, illetve a helye a tudományos világban, hát ha nem is vitatott, de egy speciális helyzet. Ugye ez egy alkalmazott tudomány, sok tudományterületet ötvöz maga a mérnökség, az építészetről ne is beszéljünk. És emiatt más tudományos fórumai vannak, mint mondjuk a természettudományoknak, vagy a humán tudományoknak. Ezzel a PhD DLA szimpóziummal, ahogy a neve is mutatja, ez a PhD, ez illetve a szabad művészetek, az alkotó művészetek terén tudományos fokozatot szerző doktori képzésben résztvevő hallgatóknak szóló fórum.
angol nyelven, illetve egyes években más szekciók is, német, illetve francia nyelvű szekciója is volt, attól függően, hogy milyen kultúrkörből jöttek a hallgatók. Egyre növekvő lépszámmal, immáron 100-nál több volt ez, aztán 150, hol 120, de mindenképpen 100-nál több résztvevővel, 10-13 országból, azt hiszem az idén 14 ország is van, először Kínából, Albániából és Koszovóból is vannak kollégák. Rendhagyó még talán az, hogy azokkal a nemzetközileg is elismert professzorokkal ápolt tudományos kapcsolatokból született ez a konferencia, mely kapcsolatokat többek között Iványi Miklós professzor is hosszú évtizedeken keresztül ápolt, és ez egyfajta baráti találkozó is egyben, de egy fontos tudományos fórum is, ahol a különböző, de mégiscsak hasonló tudományos témákban értekező doktoranduszok találkoznak egymással, illetve a többi professzorral is. Hány nyelven zajlik ez a konferencia? Hát az idén azért volt egy-két német nyelvű konferencia előadó is, akiknek ez a nyelv jobban ment, de alapvetően a nyelve az az angol, és amelyik szekcióban én ma délőtt voltam, ott meglepően magas volt a nyelvi színvonala is, egy-két magyar és a nemzetközi mezőnyből is többen kiváló angolsággal adtak elő. Ugye említette, hogy hány országból érkeztek előadók, összesen mekkora a létszámuk ezeknek az embereknek? Pontos létszám, de olyan 110 körüli a résztvevők száma, és a résztvevők között vannak ugye a professzorok, talán olyan 17-18-an vannak. Itt is szerencsés folyamatról számoltok be, amellett, hogy sajnos az elmúlt pár évben ugye ezeknek az iskoláknak az alapítói, a nagy professzorok között többen sajnos örökre eltávoztak, de van már egy olyan új generációja az oktatóknak, akik beleszocializálódtak ebbe a nemzetközi fórumba, közé tartozom én is, tehát még mint doktorandusz is előadtam ezen a fórumon, immáron pedig tulajdonképpen ilyen tanári minőségemben, illetve szekciólevezetőként kell helytállnom. Ez is mutatja, hogy presztízse lett, és talán hozadéka is van ennek a szimpóziumnak. A beszélgetés megelőző kis anyagban az épület modellezésről volt, szóval egy nagyon fontos kiemelt, talán a legizgalmasabb témája a szimpóziumnak. Milyen témákat vitatnak még meg? Igen, ez az úgynevezett épületinformációs modell, BIM, ez az angol szóból egy betűszó, amelynek éppen bejegyzés alatt áll egy magyar szövetség, egyesület, a MABIM egyesület, amit budapesti és pécsi székhelyű felsőoktatási intézmények, illetve szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, hoztunk létre. Ez egy olyan új technológia, ami tulajdonképpen ötvözi magába mindazokat a számítógéppel támogatott tervezési és szervezési menedzsment eszközöket, amelyek már rendelkezésre állnak, csak egy komplex rendszerben még nem lettek foglalva. Ettől függetlenül ez a BIM, vagy az épületinformációs rendszer bizonyos kultúrkörökben, Észak-Amerikában, illetve Dél-Kelet-Ázsiában, vagy az arab világban jóval elterjedtebb, mint Európában. A MABIM szövetségnek az egyik feladata az lesz, hogy elterjessze ezt a technológiát, ami csak hogy pár szóban próbáljam megvilágítani, forradalmasítani tudja azt az úgyis már a digitális tervfeldolgozás által nagy változáson átment mérnöki tevékenységet, amelyben nem csak a kifejezetten a tervezési, technológiai, majd a megvalósítás műszaki mérnöki részeivel kell, hogy foglalkozzon a mérnök vagy az építész, hanem úgynevezett olyan soft skill-ekkel, egyéb más tudással is kell rendelkeznie, mint a menedzsment vagy a financiális lebonyolítás bizonyos aspektusai. Nagyon röviden, csak néhány mondatban, hogy a szimpózium milyen témákkal foglalkozik még? A szekciók azok a mérnökségre, így általánosságban, az építészetre és az IT-re, az információkommunikációra, az informatikára koncentrálódnak, és van egy-két speciális szekció, az egyik a BIM, ez az épületinformációs modellezés, illetve az energia design, ami egy újfajta megközelítése a mérnöki létesítményeknek, főleg épületeknek, az épületek fenntarthatósága, illetve energia koncepciójával kapcsolatban. Dr. Bachmann Bálint, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen is.
Ittasan vezetett, ezért autókat tört össze egy férfi szombaton hajnalban Pécsett. Az elkövető gépjárművel közlekedett a Nagy Imre út szerviz útján a Csontvári utca felől az Aidinger János út irányába. Haladása során nekiütközött egy ott parkoló személyautónak, melyet a mellette álló gépjárműnek tolt. A baleset következtében elsődleges adatok alapján a gépkocsi vezetője könnyű sérüléseket szenvedett. Az intézkedés során a férfival szemben alkalmazott alkoholgyors teszt pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételre előállították. A pécsi rendőrkapitányság a 35 éves pécsi lakossal szemben járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt nyomozást indított. Hatalmas méreteket ölt a drogfogyasztás Pécsett. Dr. Szemejácz János, pszichiáter, a pécsiújság.hu internetes portálnak elmondta, egy ideje a designer drogok uralják a piacot. Ezek pontos összetevői, valamint a hatásuk nem ismert. Ezért olyan eset is előfordult már, hogy a dealer kérdőívet töltetett ki a fogyasztóval a kábítószer hatásáról. A pszichiáter addiktológus szerint elképesztő problémákat okoznak az új szerek, melyek használatába már többen belehaltak, de a hepatitis C terjedésében is kulcs szerepet játszanak. A pszichiáter a megoldás kulcsát többek között az iskolai, valamint az internetes prevencióban, tájékoztatásban és az indirekt megelőzésben, azaz a fiataloknak felkínált hasznos időtöltésben látja. Emellett akár a kevésbé veszélyes ismert pszichoaktív szereket egyfajta megtűrt kategóriába helyezhetnék, így terelve ezek felé a fogyasztókat. Jelenleg azonban ezekre a kezdeményezésekre nincs fogadókészség, az iskolai drogprevencióra pedig sem pénz, sem pedig elég szakember nem áll rendelkezésre. Sokszínű képzés, gazdag kínálat, így lehetne jellemezni egy mondatban a pécsi református gimnázium és szakközépiskola tevékenységét. A középiskolával a tehetséges tanulókkal és a lehetőségekkel ismerkedhettek meg, akik a szombati nyílt napon részt vettek. Sport, zene, tánc, népművészet, egészségügyi ismeretek és informatika. Csak néhány a pécsi református iskola kínálatából. A város általános iskoláiból és a vidéki református tagintézményekből érkeztek a diákok, hogy bepillantást nyerhessenek a refisek mindennapjaiba. Már régóta szerettem volna ide élni, mert egy intézmény is vagyunk, meg hát nagyon így megtetszett, így nagyon most ilyen nyílt nap is, az órák is nagyon tetszettek, a tanárok is kedvesek, meg minden, és nagyon. A tanórák után tánctanulás, mászófal, művéssarok, éneklés, zenélés és az egészségügyi képzés bemutatója várta az érdeklődőket. A nyílt napon a Kis Csillagpont elnevezésű tehetségkutató versenyt is megrendezték. Az iskola jelenlegi és egykori diákjai táncos, zenés és sport bemutatókkal készültek. Volt egy tanári produkciónk, amiben én még a repelést is elvállaltam, és énekeltünk egy LGT számot kicsit átdolgozva a saját viszonyainkra. Úgy vettük észre, hogy ez tetszést aratott, hála Istennek. A diákjaink is bemutatkoznak, különböző területeken jeleskednek, tehát mindazok, akik sport területén értek el eredményeket, vívó világbajnokunk van, a Csonka Zsófia hozzánk jár, talán a tévénézőknek az ő neve ismerős. A nyílt nap során sok szülő és majdani refis diák kereste fel az iskolát, hogy meggyőződjenek az ott folyó színvonalas oktatásról, a rengeteg lehetőségről és remek hangulatról. A 4 évfolyamos általános tantervű rendszert azoknak ajánlják, akik még nem tudták eldönteni, hogy milyen irányban tanuljanak tovább. Az 1+4 évfolyamos képzés nyelvi tagozatot jelent a gyakorlatban. Az egészségügyi szakközépiskolai osztályban a tanulók közismereti és szakmai alapozó tantárgyakat tanulnak. Érettségi után 1 évig egészségügyi szakképzésben vehetnek részt, és sikeres vizsga esetén gyakorló ápoló szakképesítést szereznek, vagy felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább. Páva Zsolt újraválasztott pécsi polgármester hívta egyeztetésre a játszótér ügy miatt tiltakozó donátusi civileket péntekre. Ezt Ódor Zsolt, a Donátusi Baráti Kör Egyesület elnöke mondta el a Bamának. Nemrég ültek tárgyalóasztalhoz a polgármesterrel és a Pécs Holding szakemberével, amelyen Páva Zsolt azt ígérte, leállítják a Pécs Holding ZRT kezében lévő további üres telkek értékesítését. Abban is megegyeztek, hogy mintegy egy hónap múlva a Városháza, a Holding és a Pécsi Városfejlesztési ZRT szakembereivel, illetve a terület városházi képviselőivel
A civileket bevonva egyeztetni fognak a még szabad kihasználatlan, közvetlen városi kézben lévő donátusi telkek jövőjéről. Gulyás Tibor, a Pécsi Tudományegyetem végzett politológusa, jelenleg gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató lett a HÖOK új elnöke. Az újonnan megválasztott tisztségviselők mandátuma 2015. január 1-től 2 évre szól. Gulyás Tibor elnöki pályázatában összefoglalta, hogy kellő kritika és önvizsgálat mellett milyen területeken kell a szervezetnek változtatnia. Ezek között említette meg a HÖOK szakmai fejlődését, valamint a hallgatói önkormányzatok gazdálkodási hibáinak kijavítását. Úgy véli, a szakmai fejlődés érdekében át kell gondolniuk, hogy milyen vezetőképző rendszert alakítsanak ki, illetve milyen a hallgatói képviselők munkáját segítő normarendszert fogalmazzon meg a HÖOK. Herczig Norbert és Bacigár Igor abszolút ORB győzelmével ért véget a 48. meccsek rali. A tavalyi győztes Wagner Zaunedo a historik mezőny legjobbja lett. A rali 2 élén magabiztosan végzett a timer csendes páros. Pénteken a rajt ceremóniával kezdődött az idei meccsek rali. A pécsi Király Gábor több mint 20 éve a hazai és külföldi rali versenyek résztvevője. Most a historik EB-n indult. Sokat dolgoztunk rajta, és állandóan fejleszgetjük. Próbáljuk a kategóriatársainkat utolérni technikába. Én úgy gondolom, hogy megint tettünk egy kisebb lépést, nagyot még nem, majd a télen. És hát most mindenképpen arra koncentráltunk, hogy célba érjünk. Tehát az autót egy nagyon üzembiztosra raktuk most össze. Nem annyira kihegyeztük. Nem kihegyeztük, hanem inkább minden a biztonságról szól most. A pontvadászat a Pogányi reptéren kezdődött. Mint minden évben, idén is izgalmas és érdekes programokkal várták az autósportok szerelmeseit. A reptéri gyorsok közé beékelt Árpád-tetői esti szakaszt követően szombat reggeltől a klasszikus mecseki terepekre tért vissza a mezőny. Nagyon jó volt, hát igazából az időjárás egy kicsit bezavart, de mi jól választottunk gumit, azért is vagyunk így elől. Sok néző volt, picit sajnáljuk őket, hogy eláztok. Harmadik helyen állunk, nagyon érdekes volt a Pogány, különösen sötétben néha se tudtuk, hol járunk. Igyekszünk, szeretnénk előrébb lépni, majd meglátjuk, hogy ma hogy sikerül minden. A historik és az országos rali bajnokság mezőnye sem maradt kalandok nélkül. A 70 helyi szakaszon előbb rangáik álltak ki műszaki hiba miatt, de idő előtti búcsúra kényszerült a Spitzmüller Csaba Lackó László kettős is. Az ő autójuk a szombati első, azaz 70 helyi gyorsasági utáni etapon mondta föl a szolgálatot. Bár szombat reggel még csak a harmadik helyről kezdte meg a felzárkózást, estére nemhogy lefaragta hátrányát, de csaknem másfél percnyi előnyé kovácsolta, így a Herczig Norbert Bacigál Igor páros könyvelhette el a 48. meccsek rali ORB kategóriájának abszolút győzelméért járó pontokat. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Nemzetközi szimpózium PhD és DLA-s hallgatóknak. Tervezhető az épületek életciklusa. Tehetségkutató kicsiben, nyílt napot tartottak a református iskolában. Herczig Norbert abszolút ORB győzelmével ért véget a 48. meccsek rali. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!